Magyarország köztársasági elnöke március 15-e alkalmából a Magyar Érdemlet középkeresztje a csillaggal kitüntetést adományozta az Újpest legendás labdarúgójának. Vendégem Göröcs János. Nekem nagyon nehezen megy így, hogy Göröcs János, maradjunk inkább a Titi bácsinál vagy a Titinél, jó? Én is jobb szeretem, csak ne bácsizz. Jó, rendben van, köszönöm szépen. Ez már nekem is olyan, mintha kitüntetést kaptam volna. Jó. Gratulálunk, félelmetes dolog. Végre, végre, végre azt mondom, hogy Göröcs Titi ott volt a parlamentben, szólították, és átadták azt a bizonyos csillaggal, érdemrend középkeresztjét csillaggal. Ha jól emlékszem, volt már neked egy ilyen hasonló kitüntetésed. Hát valóban így van, még az öreg adta át, hál' Istennek él még, a Gönc Árpád. Árpi bácsi. Őt lehet bácsizni, jól van. Ami, az a csillag még mindig megvan, és a fénykép is, mert van róla a fénykép. Ami meg a mostanit illeti, azt meg kell, hogy mondjam, nem tudtam, hogy mi lesz ebből, de annyit lehetett sejteni, hogy valaki az újpesti önkormányzattól megkeresett engem januárba. Azt hiszem a Gál Tamás. És kellett, hozott magával egy ilyen papírt, amit ki kellett töltenem, és ott alá kellett írnom, hogyha megkapom a hogy hívják, ott átveszem. És alá kellett írni. Tehát magyarul volt olyan, hogy nehogy véletlenül meghívnak, odamész és azt mondod, hogy nekem ez nem kell. Igen. Igen, hát tehát természetes, hogy aláírtam és mondtam, hogy elfogadom. Úgyhogy valamit sejtettem, és azt mondták, hogy március 15-re van ez, és a Wintermantel Zsolt polgármester úr terjesztette elő. Hát akkor tehát ilyen Újpestről kis hátszeled volt, hála Istennek. Igen. És hogy készültél az ünnepségre? Olyan taxit nem kellett hívnod, mert nem laksz messze az országháztól. Igen. Na, hát azt mondták, majd fognak értesíteni, hogy elfogadták, vagy nem fogadták. Időközben kaptam egy levelet a Lázár Jánostól, a miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy fő vagyok terjeszve, és meg fogom kapni ezt a hogy hívják ott kitüntetést, a sport által kifejtett érdem miatt, stb. És majd értesítenek. 15-e közeleg, és még elmúlik 10-e, 11, még mindig nem kaptam semmi értesítést. Mondom, lehet, hogy megtudták, hogy kaptam én már egyet, és lehet, hogy ezt nem adják oda valami tévedésből, akkor nem kapom meg. Na, 12-e csöng a telefon, délbe, Honvédelmi Minisztérium, és egy úr azt mondta, hogy el van fogadva a felterjesztés, és szeretném átadni önnek a meghívót. Itt vagyok a Honvédelmi Minisztériumban, mondom, átmenjek érte, vagy idehozza. És azt mondta az illető, hogy idehozza. Lejöttem a lakásból, és tényleg ott volt. És akkor jött ugye a díszes nap. És akkor jött a díszes nap március 15-e. Mint mondtam, nem laksz messze a parlamenttől, az országházunktól. Kinyaltad magad rendesen? Hát nyakkendőbe be volt írva, hogy sötét ruhát kell venni. De azért, mert amióta ismerlek, én sokszor nem láttam rajta a nyakkendőt. Nem vagyok egy. Bár nagyon szép nyakkendőim vannak, vagy 21, de hát nem tudom, én pulóveres vagyok, meg gallér ki, és egy egyszerű kabát kész. Jackie vagy akármi, nem szeretem a nehéz dolgokat. Eljött a bizonyos nap, két szemét vihetek, hát a barátnőmnek az adatait meg kellett adni a hölgynek, és vissza kellett hívni őket, hogy elfogadom, és jött a lányom. Följött Pestre, mert Balatonon laknak, és akkor kettőre kellett átmenni, én átmentem 3-2-re, megmondták, hova kell ülni, nem ültem be, mert én nem tudtam volna kivárni. 3 órakor kezdődött, hát 2-kor nem ültem be, ott a parlamentben nézelődtem. És akkor 3 előtt 5 perccel, kérlek szépen, leültem, láttam a Csányi ott van, senkit nem ismertem, igen, tele volt professzorral meg tudod, ilyen. Tudod miért érdekes, mert most ezen a bizonyos nemzetünnepünkön, azt mondom, hogy 2 darab sportolót tüntettek ki,
hát sportoló, te hihetetlenül nagy sportoló vagy voltál, és hát a Csányi úr, aki az MLS-nek az elnöke, hát valami köze csak van a sporthoz. Több sportoló nem kapott most elismerést. Ez azért nagy dolog, hogy azért ebbe a kettőbe benne voltál. Kapott még egy, mert aztán ott a Fajoson összefutottunk, egy dr. Bérci nevezetű pécsi futballista volt, jobb szélsőt játszott. Ez meglepetés. Igen, ő jött oda hozzám, bemutatkozik. Hát mondom, téged én ismerlek vala. Azt mondja, hát a Garamival meg ezekkel játszott, és ő is fő van terjeszve. Hát akkor mondom, már ketten vagyunk. Most már ketten vagyunk. És akkor beültem, és én, Csacsi, nem vittem magammal vizet. Valahogy ilyenkorra kicsit izgulok, alig tudok beszélni, mert ki az, aki nem indul egy parlamentben, amikor tudja, hogy kitüntetés fog átvenni? Na, mit csináljak? Ki kéne menni, mert még egy óra múlva jövök én, vagy jövünk mi, hogy menjünk a átvételre. Hát kimentem, és ott egy úr odajött hozzám, mit keres, mondom, vizet szeretnék inni. Bevitt egy külön szobába, ott adtak vizet, és így visszamentem, és kibírtam. Hát, hosszú protokoll, de azért megérte, hosszú, nem? Hosszú, hát én 2 órát ülni ide, figyelj, hát az egy vallatás nálam, de tényleg megérte, nagyon szép volt. Az volt a felterjesztés. Egy hibája volt az egésznek, hogy a miniszterelnök úr azt mondta, Titi bácsi, mondom, Viktor, ne csinálja már ezt velem. Úgyhogy... Látod, én csak azt mondom, hogy Titi. Hát, de ez nekem nagy megtiszteltetés. Na jó, hát ismerjük egymást 432 éve. Köszönöm szépen, hogy megdicsértél, hogy egymáshoz közel vagyunk korba. Csak te jobban nézel ki. Köszönöm. Olvastam a felterjesztésben, hogy az volt, hogy hosszú, sikeres sportmúlt és edző, tehát sportmúlt és edző, és mit tudom én, és azóta is közel áll a labdarúgáshoz. Azért merek tőled néhány kérdést feltenni, hogy mennyire látod a mai magyar labdarúgást. Ünneplünk, ma ünnep van, tehát nem kell bántani se az Újpestet, se a magyar labdarúgást, de azért szerintem te látod, hogy mik a hibák, vagy egyáltalán van-e előrelépés? Hát meg kell, hogy mondjam neked, ide figyeljé, nem vagyok boldog, és engem nem érdekel a többi csapat, de megnézem, de azért Újpestinek érzem magam, mert mégiscsak egy majd 20 évet lenyomtam játékosként, meg edzőként. Nagyon idegesít, ha rosszul igazolnak. Szóval a mi időnkben azért úgy megnéztünk 10-szer, 20-szor valakit, most meg olyanokat igazolnak le, hogy az ember, ezt nem mondok nevet most, ezt úgy beharangozták, ezt a nigériai gyereket, ezt a hosszút. Hát mondom, mit tud, ezt mondom, hát én még nem láttam ezt. Most már 3-szor láttam. Borzasztó. Én se akarom bántani, de ugye, mivel mondtad, hogy közel vagyunk életkorban egymáshoz, hát bizony én jártam az Újpest meccsekre annak idején, meg a többi mérkőzésre, hát ugye a kettős rangadóktól kezdve. Hát nem csak ő, de nagyon sokan szerelést se kaptak volna akkori időben. Gábor, esküszöm, jól mondod, de tényleg nem akarok bántani senkit. Már azt is bánom, hogy nem, kritizáltam, ne ezt a gyereket. De nem tudom látni, amit látok a Honvédban. A Honvéd, ahogy játszik, hát én az eszem megáll. És tényleg ott az edzők lefordulhatnak a padról. Hajtás van, mennek. De nincs tudatosság. Egyet, amit pozitívumot látok, az a válogatott. Ezt akartam, hogy beszéljünk azért a válogatottról. Nem, ott valóban azért olyanok futballoznak, akik hát tudnak. Na, ha nem is annyira, de tudnak. Nem csak hajtanak, és mennek. De hát ehhez hozzá kell szokni, és az is rossz nézni, hogy nem tudom, hanyan mennek ki, és a legtöbbje a kispadon ül. Úgy nem lehet formába kerülni, meg játszani, hogy kap 10 percet, meg most kap fél órát, meg aztán be se teszik. Mindig végig olvasom, meg hétvégén minden meccset végignézek. A külföldöt is, meg a magyart is. Összehasonlításképpen. Ott is játszanak rosszul, de ott nem állnak meg. Ott fölhúzzák, az első perctől a 90-ig meg nem állnak, és öröm nézni, és tele van minden. De áruld már el nekem, azért azt pontosan tudjuk, hogy Göröcs Titi annak idején
lehet ferencvárosi szurkoló, pécsi szurkoló, győri szurkoló, vagy bármilyen, azt mondta, hogy a Titi, na, az aztán barátságban van a labdával. Tehát ha nála van a labda, akkor azt mondták az újpestiek, hogy Titinél jó helyen van a labda. Hogyan lehet odáig eljutni, ha nem is lesz valakiből göröcs? Hogy barátságba kerüljön a labdával, hogy látszódjon az, hogy ő NB1-es labdarúgó. Valóban jóba voltam a labdával, ő is hozzám. Nem azt csináltam, amit ő akart, hanem általában úgy volt, hogy én akartam. De higgyétek el, rengeteg gyakorlás kell. Én a Grundon 10 éves koromban, iskolába vittem magammal a ronylabdát. És a szünetben, amikor már legalábbis, amikor még bejártam iskolába, de sokat mentem sajnos mellé, dekáztunk a szünetbe a fal mellé. Aztán jött a gumilabda, aztán jött ilyen. A futballra már esküszöm gyerekjáték volt 10 éves korba belerúgni. Rengeteg gyakorlás kell, rengeteg képzés, dekázás. És akkor már idő, már válogatott is voltam. Kimaradtam majdnem minden edzés után, és emelgettem a labdával a pálya közepén, vagy akárhol, edzés után. Ez egy nagyon nagy dolog volt, amit mondtál. Két méter föl. Kint maradtam edzés után. Hát itt én azt gondolom, hogyha elmegyünk bármelyik csapathoz, és most nem az Újpestről beszélek, bármelyik csapathoz, és ki van írva, hogy 10-től 12-ig tréning, hát negyed egykor már nincs senki a pályán. Hát én esküszöm, kimaradtam. És amikor próbáltam 5 méterre fölrúgni, aztán vallal ugyanezt, és ez ment vagy 25-30, szóval nem esett le a labda, akkor lettem igazán labdaérzékeny. Az már akkor úgy volt, hogy a labdának azt kell csinálni, amit én akarok. Titi, árulj aztán... el valamit még. Azt mondod, hogy nem csodálkozol azon, vagy nem csodálkoznál azon, hogy itt az NB1-ben, vagy bárhol az edzők lefordulnak a kispadról, mert mit tudom én, mit látnak, vagy bocsánat, mit nem látnak. De az nem létezik, hogy rossz a kiválasztás itt nálunk Magyarországon? Hát nézd, ha azt nézem, hogy kiket igazol néha, nem csak az Újpest, a Honvéd, aztán mondhatnám a Szombathelyt, mondhatnám... Szerintem bármelyiket. Bármelyiket, az MTK-t kivéve. Az MTK-t kivéve, mert ő az MTK összeszedte nagyon okosan minden klubtól, a szülőket lefizették, és aláírtak, hogy a gyerek csak ide. Összeszedtek vagy 30-40 ilyen nagyon tehetséges futballistát. Nem véletlen, hogy így állnak, független attól, hogy tavaly vagy tavaly előtt. Majdnem kiestek, igen. De visz jó játszanak, jó nézni a gyerekeket. Tudnak. És utána elvitik őket ugye ebbe a MTK iskola, meg ilyen, meg olyan. Sándor Csikar, nyugodjon végére. Úgy róla van elnevezve. Öröm nézni őket, esküszöm. Mi a véleményed arról, hogy vannak az idős, egykori volt labdarúgók, mint te. Neked már nem kell kimenni a pályára futballozni. Nem kell megmutatni azt, hogy hogyan is kell levenni egy labdát, hogy kell belső csüddel elrúgni, tejlőszttel elrúgni, levenni. De miért nem fogadnak föl titeket szemeknek? Mert annak idején, amikor ti játszottatok, vagy egy kicsit későbbi társulat jött, hát én azt láttam, hogy az idősebb labdarúgók ott vannak a vidéki pályákon, a megyei osztályokban, meg akárhol, és nézik a tehetséges kölköket, és szipkázzák el a nagy csapatokba. Erre, és most udvarolni fogok, erre nálatok alkalmasabb emberek nincsenek. Én nem is vállaltam volna ilyen beosztást, esküszöm neked, mikor abbahagytam az edzősködés, vagy valamit, mert az egy kicsit meleg volt már, kikaptunk ez az amaz, és a vereségnél nincs rossz, meg elég is volt belőle. De ilyen szerepkört vállaltam volna bárhol. Bárhol, nem csak én, hanem... De hát azt is meg kell fizetni, hát ezt nem lehet... Újpesten így volt, hogy kifizették, adtak egy bérletet, hogy menjél villamossal, meg ide-oda. Hát azt nem... Más volt a profizmus akkor, hát, és más a profizmus most. Hát nem volt akkor profizmus, hát semmi. Adtak egy, mit tudom én, 300 forintot, vagy meg. Hát azért kivállal már, hogy minden hétvégén oda legyen. Mert... Szerinted ez az egész kiválasztás, ez az egész úgynevezett
utánpótlás, keresés. Most az egész fiatal kölkökről beszélek, vagy tizenévesekről. Ez pénzkérdése? Nem pénzkérdése. De hát ingyen nem csinál ma már senki semmit, Gabikám. De hát olyan költségvetések röpködnek, olyan pénzek röpködnek ebben a mai magyar labdarúgásban. De látod, hogy a legfontosabbra nem költenek, ezt hidd el. Mert filléreké meg lehetne őket szerezni még abban a korban. Amikor már menők, azt nem lehet. Mert könnyű igazolni a Barcának meg a Reálnak, mert előttük van az egész világ. És annyi pénzük van, amennyit akarnak. Gyerekkorba kell megfogni ezeket, meg kiszúrni. Igen. Mert akkor még lehet is velük beszélni. Hát ezt csinálta az MTK, hidd el. Ezt csinálta az MTK 30 éven keresztül. Titi drága, én úgy örülök, hogy itt beszélgetünk és kiabálunk egymással, de örülök neki, mert egy ember, aki ért a labdarúgáshoz és vehemensen mondja, annak hinni kell. De hidd el nekem, hogy nagyon-nagyon-nagyon gratulálunk ahhoz, hogy megkaptad ezt a kitüntetést. Nagyon számítunk arra, hogy kézenfogva néhány barátoddal elmenj mérkőzésre, nézd a gyerekeket, és nagyon számítunk arra, hogy maradj egészséges, és ilyen szókimondó. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönök mindent.